A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban fókuszba kerül a Táncvilágnapja. Majd megismerkedünk a Cappuccino együttes énekesével. Tartsanak velünk! Második alkalommal rendezték meg a fehérvári táncünnepet a Táncvilágnapja alkalmából. Az egésznapos programsorozat felvonulással és flashmobbal kezdődött a belvárosban, majd a Köfémművelődési Házban folytatódott. A lányok már készülnek a közös flashmobra az országalma előtt. Így gyülekeztek szombaton a Táncvilágnapján azok, akik csatlakoztak a Táncművészek Szövetsége által szervezett egésznapos programsorozathoz. Székesfehérváron 39 táncosiskola, mozgástúdió, klub és egyesület működik, közülük mintegy tucatnyian kapcsolódtak be az esemény belvárosi megnyitójába. Az országalma előtt összegyűlt tömeg 10 órakor elindult a Hotel Magyar Király előtti térig. Itt elsőként a Székesfehérvári Táncművészek Szövetségének elnöke Barta László köszöntötte a résztvevőket, és tolmácsolta a Táncvilágnapjának idei üzenetét, amely ezúttal egy kínai táncművésztől származik. Újszülöttként már azelőtt is használjuk a kezünket és a lábunkat, hogy táncszerű gesztusokat tegyünk. Mielőtt megtanultunk volna egy szót is kimondani, majd ebből a primitív nyelvből keletkezik a tánc. Sok minden készíteti az embereket táncra. Szülővárosomban a nagymamám egyszer azt mondta, hogy a tánc egy módja annak, hogy megköszönjük a napnak, hogy meleget és fényt hozott az életünkbe. Ha jó a termés, örömteli szívvel táncolunk a mezőkön, hogy kifejezzük hálánkat a földnek. Ha találkozunk valakivel, úgy táncolhatunk, mint egy páva, aki széttárja farktollait, hogy megnyerje a szerettét. Még akkor is, ha betegek vagyunk, titokzatos tánc rituálékkal előzhetjük a betegség démonjait. Az én világomban a tánc a legkisebb gyermekkorunk óta bonyolultan beszövi az életünket és létezésünket. Mindig is ez volt a kulcs, amely megnyitotta az emberek kommunikációját a természettel és minden élőlénnyel. Barta László hozzáfűzte, a tánc kommunikáció a világgal. A testbeszéd az emberiség legösszetettebb, legösztönösebb kommunikációs formája. Szülővárosomban van egy mondás, ha van lábad, de nem tudsz táncolni, hiába pazarlod el az életed. A tánc szorosan kapcsolódik a természethez és az élethez. Számomra a tánc egy és ugyanaz a természettel és az élettel. Ez a tánc igazi lényege. Vannak, akik azért jönnek el a világra, hogy tovább vigyék hagyományaikat, vannak, akik, hogy élvezzék az életet, és vannak, akik pedig tapasztalatokat keresnek. Számomra az, hogy az élet szemlélője lehessek. Itt vagyok, hogy láthassam, hogyan virágoznak és hervadnak el a virágok, hogyan úsznak a felhők az égen, és hogyan csapódik le a harmad. A köszöntőben elhangzott gondolatokat a közös örömtánc is alátámasztotta, hiszen a város különböző tánciskoláiból érkező fiatalok együtt alkottak meg egy koreográfiát, melyet egy flashmob keretében elő is adtak. A Köfémművelődési Házban járunk, itt folytatódott a Táncvilágnapi program a jubileumi 10. Fehérvári Táncfesztivállal. A gálát Cserpalkovics András polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte, Fehérváron sok olyan közösség dolgozik, amely képes megszólítani a fiatalokat, és a tánccal, a zenével, a művészetekkel képes bevonni őket a város kulturális életébe. A városvezető külön kiemelte, hogy öröm látni a fiatalok arcán a mosolyt, miközben tartoznak egy közösséghez, ezáltal tartoznak a városhoz.
Az összművészeti gálán egyébként a 14 tánccsoport 14 féle műfajban mutatott be koreográfiákat, ami egyedi a városban, mondja a program ötletgazdája. Ez a 10. Fehérvári Táncfesztivál. 12 éve kezdtük egyébként, de 2 év kihagyás volt a Covid miatt. Nagyon örülünk, hogy tudjuk folytatni. Itt a művelődési házban egyébként már sokat szor vagyunk, és ilyen hatalmas létszámmal még nem szerepeltünk. Eddig a 170 volt a legnagyobb létszámunk táncosok tekintetében. Ma 240 táncosunk van, és teltház ugye a közönség lelátóján, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. 14 tánccsoport lép fel, 14 féle táncot mutatnak be. Ugye ennek az a lényege, hogy minél több táncstílus legyen egy színpadon egy este alatt. Az ötletgazda hozzátette, hogy már most borítékolható a folytatás, vagyis várhatóan a következő Táncvilág napja is nagyot fog szólni Fehérváron. Az elmúlt időszak két meghatározó előadása mellett a mezőség legszebb táncrendjei szerepeltek az Alba Régia Táncegyüttes Táncvilág napi gáláján. A Vörösmarty Színházban átadták az év legjobb táncosa díjakat is. Az UNESCO Színházi Intézetének Nemzetközi Táncbizottsága idestova 4 évtizede Jean-Georges Neuver, francia táncos és balettmester, a táncművészet első nagy újítójának tiszteletére hozta létre a Táncvilág napját. Az ünnep alkalmából a hagyományokhoz hűen az Alba Régia Táncegyüttes egyestés összeállítással készült, miután ezen a napon az egész várost megmozgatta az ünnep, emelte ki köszöntőjében Cserpalkovics András polgármester. Hogyha pápa látogatása idején lehet ilyet mondani, akkor ez egy kicsit missziós nap itt Székesfehérváron, hiszen a tánc misszióját láthatjuk reggel óta egészen késő esti órákig. Délelőtt folyamán nagyon sok fehérvári táncos közösség vonult föl a városba, a főutcán, és egy a fiatalok által előadott kis táncos darabbal köszöntötték a várost Magyar Király szálló előtt. Most percekkel ezelőtt jöttem el a Köfél Művelődési Házból, ahol 14 táncegyüttes nyitott meg egy gálát gyerekek, fiatalok fellépésével. Közben tudjuk, hogy a Fehérvári Balettszínház tartott bemutató programot és ad elő egy darab részletet a Pelikán udvarban, Pelikán teremben, és aztán este pedig mindegy csúcspontként az Alba Régiások mutatják meg fantasztikus tudásukat egy gála keretében. Kerül átadásra az év táncosa cím, és úgy hallom, hogy egyéb meglepetések is várhatók. És hogyha már utaltam a pápa látogatására, akkor Szent Atya ma a fiatalokkal találkozott, több mint 11 ezer fiatallal, akik tánccal és zenével is köszöntötték őt. Ő megköszönte, és már tegnap is ma is utalta arra, hogy arra kéri a fiatalokat, hogy ne a virtualitásban éljék a mindennapokat, hanem tartozzanak közösségekhez, és éljék meg az élet szépségeit. Én azt hiszem, hogy a tánc és a zene ehhez tartozik szorosan hozzá, és szerencsére Fehérváron láthatólag a fiatalok tudnak ünnepelni a tánc által, és ezáltal nagyon sok embernek okoztak a mai nap is örömet. A gála műsor szombaton este a Vörösmarty Színházban az együttes már a közönség kedvencé vált Mesenép című társas táncjátékából készült összeállítással kezdődött, és ismét megtapasztalhattuk, hogy az elsajátított tudás, a hivatás önzetlen gyakorlása, a mozdulat nyelvezet művelése milyen csodákat tartogat. Ezen gondolkodtam így a mai műsoron, hogy ahhoz képest, hogy tényleg nehéz évek mögött állunk, de hogy végig is régen volt már ilyen változatos és izgalmas műsorunk, amit ma este fogunk itt produkálni. Tényleg az, hogy két olyan műsorunkat is be tudjuk itt mutatni, amit az elmúlt egy vagy két évben hoztunk létre, illetve az, hogy a senior, junior és pulutyka csoport 3 generáció egy színpadon itt 60 táncossal meg tud mutatkozni. Ez megint csak az erejét jelzi az együttesnek, úgyhogy szerintem ez egy jó kis izgalmas műsor lesz. Juhász Zsófi, az Alba Régia Táncegyesület elnöke megerősítette, a Táncvilágnapjának ünneplése Székesfehérváron szorosan összefügg az egyesülettel.
Botos József a legenda volt az, aki évtizedekkel ezelőtt kezdeményezte, hogy a város néptánc együttese itt ünnepelhesse ezt a napot, megerősítve, hogy a tánc nem csak az értelemmel és érzelemmel való gondolkodás művészete, de az egész létünkkel való légzés és az élet művészete is. Botos József volt, aki évtizedekkel ezelőtt megkereste a városvezetőket, hogy olyan jó lenne, hogy Székesfehérvár ünnepelni a tánc világnapját, és hogy ehhez egy méltó helyszínként a Vörösmarty Színház adna helyt minden egyes alkalommal, és ez az ideája, ez a terve, ez megvalósult, és nekünk az a kötelességünk, hogy ezt a hagyományt tiszteljük, kövessük, és 20 év, 50 év múlva is legyen egy közösség a színpadon is, és a közösség a zsőjében is, aki ezt a napot ünnepli. A csapat szempontjából azt tudnám mondani, hogy meghúzhattuk volna magunkat egy kicsit, mert ugye a takarékosság egyében telnek a napjaink, és jövőre egy 75 éves jubileumra készülünk, de nem ezt tettük, hanem belecsaptunk, és megszereztünk minden pályázati forrást, megszereztük a támogatókat annak érdekében, hogy ma a színpadi produkciók létrejöjjenek, és itt legyen minden fellépőnk. Ezért tisztelem Majoros Robinak és Majorosné Szabó Verénekának a munkáját, mert ők azok minden egyes helyzetben megteremtik annak lehetőségét, hogy a három generáció, vagy négy vagy öt generáció, de együtt ünnepeljen a színpadon. Az ünnepen a hagyományokhoz hűen átadták az év táncosa elismeréseket, amelyet ebben az esztendőben az együttes tagjainak döntése alapján egy varázslatos házaspár, Vesz Szerencsi Noémi és Vesz Áron érdemelt ki. Számos albummal büszkélkedhet a Cappuccino együttes, a repertoárban minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót. Stúdiónkban Csapó Ramon a kolléganőm beszélgetett Juhász Péterrel, az együttes énekesével. Számos albummal büszkélkedhet a Cappuccino zenekar, a repertoárban pedig kicsik és nagyok is megtalálják a számításaikat. A stúdióban itt van velem a zenekarnak az alapítója, Juhász Péter, köszöntelek. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy a ti történetetek hogyan is kezdődött. Szervusz Ramona, üdvözlöm a televízió nézőit. Hát a mi történetünk egy 20 évvel ezelőttre nyúlik már vissza, úristen, kimondani is sok, hogy két évtized, bár így finomabban hangzik két évtized, mint 20 év. Igen, 2003. januárjában, illetve egy szilveszteri buli, előtte szilveszteri bulin jött egy ötlet, hogy csináljunk olyan zenét, ami... Hát ilyen szép szó, hogy a mulatós zenének hívták akkor, mi romantikus popnak neveztük el, de hát igazából igen, valahol mulatós, de ugye nagy divatja és keletje volt akkor. Akkor mind a mai napig egyébként ennek a fajta zenének, és azt gondoltuk, hogy mi is ugye azért némi tapasztalattal a hátunk mögött próbálunk valami hasonlót, de mégis mást csinálni, és úgy születtek meg a dalok, az első 4-5 dal, hogy azt gondoltuk, hogy nem feldolgozásokat fogunk készíteni, mint ebben a műfajban a legtöbben, és űzik mind a mai napig, hanem saját dalokat írtunk. Ennek nyilván volt előnye, meg volt hátránya is. Gyakorlatilag tart ez a dolog így 20 éve. Közben volt egy tagcsere, de tartjuk a fontot azóta is. Mi volt, kik voltak nektek akkor a célközönségetek? Kiket akartatok megszólítani? Gyakorlatilag érdekes, mert mi ezen nem is gondolkodtunk, hanem elkezdtünk olyan dolgokat írni, ami ugye ebbe a műfajba belefér, és aztán a színpadon láttuk meg igazából, hogy mi valahol nem a 20-as korosztályt fogtuk meg, hanem inkább a 30-40-es. Jó volt, mert ugye mi is akkor már ilyen 30 körüliek voltunk, és látszott az, hogy a dalok témája és az egész hangulata az nem feltétlenül arról szól, de nem is akartuk azt, hogy arról szóljon, hogy így áll, és akkor feküdjél el, hanem tehát, hogy nem feltétlenül az a klasszikus értelemben vett mulatós volt a mi zenénk, és azt gondolom, hogy mi aztán utána, igaz, mégis maradtunk valahol ennél a korosztálynál, akik aztán most már lehet, hogy most már inkább 50-60 évesek, és most is látszik, hogy valahol a mi célközönség, ahol szerintem ők választottak inkább minket, mint mi őket, ők most is megmaradtak, és szerintem hallgatják mind a mai napig, és ezért valahol a műsorunk, a színpadi műsorunk is
leginkább nekik szól. Tehát meg tudunk szólítani nyilván fiatalabb generációt vagy korosztályt is, de alapvetően azt gondolom, hogy nekik játsszuk mindazt, amit itt gyakorlatilag 700 fellépés óta csinálunk, igen. Meséltél, hogy a dalaitokat ti írjátok. Mi az, ami inspirál egyik dalnak a megírásánál? Ugye adott, tehát megvannak azért ennek a műfajnak az adott témái, és itt is megvolt az, hogy tényleg amikor elkezdődtek ezeknek a daloknak a megírása, akkor azért mi is fiatalok voltunk, szerelmesek, boldogok, most is azok vagyunk egyébként, nyilván kicsit több tapasztalattal, és igazából az adott témák alapján készültek el ezek a dalok, tehát hogy egy virágról szól a dal, egy hölgyről szól a dal, a szerelemről szól a dal. Ugye, ahogy az élettapasztalatunk, ami addig megvolt, abból készültek a dalok, meg hát nyilván figyelemmel kísértük a műfajnak a jellegzetességeit, ahogy egyébként a Cappuccino mellett a gyerekzenénél is ugye a téma előttünk hever, és így készültek igazából ezek a mondták. Beszélj egy kicsit arról, hogy itt a nézők is megtudják, hogy mi az, amit érdemes tudni az albumaitokról. Hát ugye, ami nekünk nagyon-nagyon fontos volt, hogy saját dalokat írtunk. Hangulatában, ugye ez is az ilyen 150 BPM-es dalok voltak, tehát táncolható, mulatos zenék voltak, de ezért mondom, hogy romantikus popnak neveztük mi ezt akkor, mert alapvetően romantikus volt. Tehát, hogy valahol olyan, mintha a Gergely Robit és az MC Avert kevertjük volna össze, most persze ez nagyon erős, de hogyha valaki meghallgatja, akkor tényleg hallani fogja, hogy alapvetően nem az erős, durva mulatós, meg nem, tehát egy ilyen kis azért puhább mulatós, de táncolható. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon szerethető anyagot készítettünk akkor. Mi az, amit egyik fellépésen próbáltok adni a közönségnek? Mindig jó kedvet egyébként, alapvetően, tehát nekem mindig az a célom, tehát nincs, még hogyha a műsor hasonló is, azért nincs két egyforma fellépés, én általában mindig találok magamnak valakit, akivel én tudok kommunikálni a színpad előtt, és ezt előszeretettel alkalmazom is. Én azt gondolom volt, bár egyszer így neveztem el, hogy mintha stand-upon lennénk, tehát hogyha egy stand-up műsort csinálnak, mert általában mosolygunk, tehát az van, hogy a mi célunk az alapvetően a szórakoztatás. Tehát, hogy ezért mondtam, hogy nem arra buzdítjuk az embert, hogy úgy eressze ki a gőzt, ahogy mondjuk más csapatok csinálják, de ez alapvetően a lényemből adódik szerintem, tehát a személyiségből adódik, hogy nem feltétlenül erre buzdítok, vagy buzdítunk, hanem az egész arról szól, hogy szórakoztató legyen, és szórakoztató lehet ez ugye este 10 órakor is, meg délután 4 órakor is. És ezért, ahogy beszéltünk is a célközönségről, tehát az a közönség, aki minket mondjuk hallgat, vagy akik miatt meghívnak minket fellépésre, ők én azt gondolom, hogy maximálisan elégedettek vele. És ott 45-50 percet úgy töltünk el, hogy jókat nevetünk, énekelünk, táncolunk, és igyekszünk mindig úgy mondanám, hogy igyekszünk megfelelni úgy az elvárásoknak, hogy tényleg a végén mindenki elégedetten távozzon. Mik a terveitek a jövőre nézve? Milyen terveitek vannak? Tervek azok mindig vannak. Most azért jó, hogy látszik, a nyár azért körvonalazódik, tehát lesz azért jó sok fellépés, és készül most egy új dal, azt szeretnénk majd közzétenni. Ez általában mindig csúszik, mert hogyha az embernek van egy főállása, amit egyébként szeretnek 3 gyermeke, akkor hogy általában mindig keresztül húzzák a terveket, ugye ember tervez általában, és akkor tehát szeretnénk most egy új dalt, ez félig meddig készen van, rajta vagyunk egész, szerintem nagyon jó lesz, ugye azt mindenképpen szeretnénk befejezni. Komplett lemez biztos, hogy nem tervezünk, mert azt már eladni sem lehet igazából, de biztos, hogy egy dal majdnem teljesen készen, és készül még egy. Hát szeretnénk a nyárra azért egy két olyan új dallal jelentkezni, ami eddig új hangzásában is, meg hangulatában is azt gondolom, hogy olyat ad, ami erre a nyárra, hogyha minden rendben lesz, akkor jó lesz. Ugye mondtad ezt a főállást, hogy emellett te óvó bácsi is vagy. Igen. Hogyan sikerül összeegyeztetni a zenekari életet, meg az óvodai munkát? Szerintem nagyszerűen. Egyébként én azt szoktam mondani, hogy valahol a munka, a zene és a család Bermuda háromszögben szoktam eltűnni valahol mindig. Tehát, hogy ott megtalálnak valamelyik ilyen gócpontnál. Nem mindig egyszerű, tehát azért azt
meg kell mondanom, hogy zenei szempontból a tél az mindig egy nyugodtabb időszak, de olyankor az óvodában viszont rengeteg a munka, ugye szorgalmi időszakban. Most is beiratkozás lesz, majd megfogadjuk az új kicsiket, és egy tiszta kis csoportot kapok, tehát lesz 25 pici, remélhetőleg kevésbé síros, de nagyon cuki gyerek, akikért majd sokat tehetünk, és sokat tehetünk hozzájuk. Úgyhogy összefér egyébként, tehát meg tudjuk oldani, de nagy hát szervező munka azért van vele, és általában azt nem szeretném, ha a munkám rovására menne a zene, vagy a család rovására menne, tehát alapvetően mindig a zenéből engedek, és ezért nem készül el a dal sem. Tehát, hogy egyelőre még nem készült el a dal, pedig igazából február óta majdnem kész, majd csak ne egyszer. Tehát dolgozni kell azért, az embernek mindig legyen egy tisztességes foglalkozása, én azt gondolom, és egyébként nem is csinálnék más, tehát 12 évet csinálom ezt, mint óvóbácsi, és azt gondolom, nem is csinálnék más, tehát igazán főállás szívvel, lélekkel. És hogy jött ez neked, hogy óvóbácsi legél a zenekar mellett? Hát én, amikor még fiatal és lelkes voltam, tehát 20 évesen nem tudtam még, hogy mit akarok az élettel, és a polgári szolgálatomat töltöttem katonaság helyett, és kövezzenek meg. A polgári szolgálatomat töltöttem egy általános iskolában Szombathelyen, ahová én jártam. És akkor kezdődött igazából az integráció, mint fogalom és mint jelenség, és nagyon örülök neki, hogy azóta ez valamennyire azért tart, és egyre jobban kialakul ennek a rendszere. Tehát mozgássérült kislányok is, tehát hogy akkor kezdték ezeket a gyerekeket integrálni normál tantervű általános iskolákba, és az én feladatom az volt, hogy őket segítsem a mindennapi mozgásukban, ha esetleg valamiben elmaradnak, akkor segítsem, és ott akkor még nem tudtam, de igazából ott csapott meg engem így a mozdony füstje, ahogy a vasutasok mondanák, de ott ugye kimaradt egy 10 év, és akkor egyszer csak jött egy ilyen, hazudok, mert utána egy évet dolgoztam a korai fejlesztő központban a Szombathelyen, az egy óvoda volt, ahol aztán tényleg autista, Down-szindrómás és mindenféle problémával küzdő gyerekek mellett voltam asszisztens, és igazából onnan indult el, csak akkor még nem tudtam. Eltelt 10 év, és úristen, ültem, és belülről jött egy hang, tehát hogy és nem vagyok őrült, tényleg, tehát belülről jött egy hang, hogy nekem ezt kell csinálni. És akkor onnan jött a döntés, hogy akkor főiskola, és csináljuk, és azóta pedig rendületlenül, néha elfáradunk, azért május végére már úgy a nyelv, meg minden bajunk van, tehát nyilván aki dolgozik óvodában vagy iskolában pedagógusként, az tudja, hogy azért ez embert próbáló feladat. Tehát gyönyörű szakma, nagyon szép hivatás, úgy 3 évente, ahogy most is majd új nyelvet fogok tanulni, úgy új baba nyelveket tanulok majd, meg kell, hogy értsük egymást, egy csodálatos szakma, de nagyon nehéz, tehát ezért vannak benne megpróbáltatások, de imádom. Hát igen, itt azért valóban van munka, hogyha a zenekar is, meg az óvoda is. Kicsit visszatérve akkor még a zenekarra, hogy hol lehet veletek találkozni majd a jövőben? Van egy honlapunk a www.kapucsino, mondhatom? www.kapucsinoegyüttes.hu, és oda mindig fel van téve, meg nyilván van Facebook oldalunk, és oda általában mindig felteszem a legfrissebb fellépési listát. Általában egyébként egy Fejér megyében nagyon keveset járunk. Utóbbi emlékeim szerint Fehérvár Csurgón jártunk néhány éve, de aztán lehet, hogy többször is megmondom, jellemzően amúgy nem. Nem, de tehát, hogyha valaki nagyon kíváncsi ránk, akkor eleve megtalál YouTube-on, meg a Facebookon, meg a Spotify-on is, mert most már 21. századiak vagyunk, nagyon jó. A Spotify-on is ugye meg lehet hallgatni ezeket a dalokat, de hogyha valaki élőben, akkor nézze meg a weboldalt, vagy a Facebook oldalt, és akkor ott rögtön látja az aktuális listát, és akkor lehet, hogy tényleg egy ilyen 30-40 kilométerre is érdemes eljönni, mert nagyon jó a buli. Úgyhogy ennyi a... Így, aki nagyon érdeklődik, úgyis megtalál. És valóban hallgatva a számaitokat, tényleg érdemes egyik ilyen koncertetekre ellátogatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is.
Ez volt már az Együtt magazin, én köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.